Sziasztok! Sziasztok! Ki tudja már hányadik hét kezdődik otthon? 11. hét. 12. 12. Ú, hogy száll az idő. Bizony. Utolsó előtti hét. Úgyhogy utolsó előtti hetünk a mesékkel is. De ma egy kicsit más történettel jöttem. Nem egy mesével, hanem egy novellával. És már itt a videó elején mondom is, hogy ezt 10 éven felülieknek ajánljuk, ezt a novellát, inkább felső tagozatos gyerekeknek, és annál nagyobbaknak, de most is ugye van itt nálunk két 10 év alatti, tehát nyugodtan végighallgatjátok ti is, csak utána majd beszéljétek meg a szüleitekkel, vagy akikkel éppen vagytok. Remélem én novella. Is. Mehet a varázslat. Csiribú, csiribá, nyíki mesetár. Nyílik is a mesetár, és a mai történet, amit rejt, a Barna hajnal című novella. Barna hajnal. A barna hajnal. Lábunkat kinyújtva ültünk a napsütésben Charlie-val. Nem igazán beszélgettünk. Megosztottuk egymással csapongó gondolatainkat, anélkül, hogy igazán odafigyeltünk volna arra, mit is mond a másik. Jól eső pillanatok voltak. Kávénkat kortyolgatva hagytuk, hogy teljen az idő. Amikor mondta, hogy el kellett altatni a kutyáját, meglepődtem, de csak ennyi. Mindig szomorú, ha egy blöki öregkorára lebetegszik, de 15 éves kora után hozzá kell szokni a gondolathoz, hogy egy nap elpusztul. Érted? Nem tudtam volna Barnának eladni. Ja, egy labradornak nem igazán az a színe, de mi baja volt? A kérdés nem ez. Nem barna kutya volt. Ennyi. A fenébe. Mint a macskáknál? Igen, pont úgy. A macskáknál tudtam róla. A múlt hónapban meg kellett szabadulnom az enyémtől, egy keveréktől. Mert annak idején az a rossz ötlete támadt, hogy fehérrel jöjjön a világra, fekete folttal. Való igaz, hogy a macskák túlszaporodása elviselhetetlenné vált, és a nemzetállam tudósai szerint jobb a barnákat megtartani. Csak a barnákat. Az összes szelekciós vizsgálat igazolta, hogy jobban alkalmazkodnak városi életünkhöz, almaik kisebbek és sokkal kevesebbet esznek. Na jó. A macska végül is macska, és mivel a problémát így vagy úgy meg kellett oldani, legyen hát a rendelet a nem barna macskák eltörléséről. A legtöbb vallási vezető jóvá hagyta az intézkedést. A városi milícia ingyen osztogatta az arzén pirulát, amit a páslétomba belekeverve egy szempillantás alatt kinyugasztotta őket. A szívem összeszorult. Aztán az ember gyorsan elfelejti. Hogy most a kutyák? Az kissé jobban meglepett. Nem is tudom miért. Talán mert nagyobbak, vagy mert az ember társai, ahogy mondani szokás. Minden esetre Charlie épp oly természetesen beszélt róla, mint én a macskámról. Kétségkívül igaza volt. A túlzott érzékenység nem vezet sehová, s ami a kutyákat illeti, biztosan úgy igaz, hogy a barnák a legellenállóbbak. Nem nagyon volt már mit mondanunk egymásnak. Elváltunk, de valami furcsa érzéssel. Kicsit kényelmetlenül, mintha elhallgattunk volna valamit. Nem sokkal később tőlem tudta meg Charlie, hogy a városi napilap többé nem jelenik meg. Elképett. Az újság, amit reggelente a habos kávéja mellé olvasott. Tönkre mentek? Sztrájk? Csőd? Nem, nem. A kutyák ügyének a folytatása. A barnákénak? Igen, csak is. Nem volt olyan nap, hogy ne támadták volna ezt a nemzeti intézkedést. Odáig mentek, hogy kétségbe vonták a tudósok eredményeit. Az orvosok már nem is tudták, mit kellene gondolniuk. Voltak olyanok is, akik elkezdték rejtegetni a kutyájukat. Ha sokat játszol a tűzzel, ahogy mondod, az újságnak is az lett vége, hogy betiltották. A fenébe. És a lovi? Hát öregem, mostantól az új barnában kell keresned a tippeket, más már nincs.
Úgy tűnik, hogy a lóverseny meg a sport tekintetében megállja a helyét. Mivel a többi újság átlépte a határt, egyetlen lap maradt a városban, mely információ nélkül mégsem lehettünk meg. Aznap ismét kávéztam Charlie-val, de nyugtalanított, hogy az új barna olvasója váljon belőlem. Pedig a kávézó vendégeinek élete ugyanúgy folyt tovább, mint addig. Biztosan ok nélkül idegeskedtem hát. Aztán a könyvtári könyvekkel folytatódott. Elég zavaros ügy volt ez is. Azokat a kiadókat, melyek ugyanahoz a pénzügyi csoporthoz tartoztak, mint a városi napilap, perbe fogták, és a könyveiket kitiltották a könyvtárak polcairól. Való igaz, hogyha figyelmesen elolvasta az ember, hogy mik jelentek meg továbbra is ezeknél a kiadóknál, kötetenként legalább egyszer rábukkanhatott a kutya vagy a macska szóra. Bizony, ezek előtt nem mindig álltott az, hogy barna. Pedig hát tudniuk kellett volna. Nem kell erőltetni, mondta Charlie, érted? A nemzet mit sem nyerne azzal, ha elfogadná, hogy megkerüljük a törvényeket, és macskáigér harcot vívnánk. Barna, tette hozzá körbe pillantva, már hogy barna egér, ha esetleg valaki kihallgatta volna a társalgásunkat. Óvatosságból rászoktunk, hogy a szavak elé vagy a mondatok elejére betoljuk barna. Kezdetben persze furcsán hangzott, hogy kérek egy barna felest, de végül is a nyelv azért van, hogy fejlődjön. És semmivel sem volt különösebb, hogy azt tettük hozzá, hogy barna, mint hogy baszki, ami felénk majd minden mondat végén ott virít. Legalább jobb szemmel néztek ránk, és nyugtunk volt. Végül még a lóverseny is bejött. Na nem kaszáltunk nagyot, de azért mégis. Ez volt az első barna lovink. És ez segített elfogadni az új előírásokkal járó Herceg utcát. Emlékszem egy nap, amikor áthívtam Charlie-t, hogy együtt nézzük meg a kupák kupájának döntőjét, micsoda nevető görcs jött ránk. Hát nem egy új kutyával állított be? Csodaszép állat volt. A farkától az orráig barna, gesztenyes színű szemekkel. Tudod, végül ragaszkodóbb a másiknál, és első intésre engedelmeskedik. Hát szabad keseregni a fekete rabradoron? Alig, hogy kimondta, a kutyája már ugrott is volna a kanapé alá, őrülten csaholva. Nesze, öcsém, ezt kap ki. Barna vagy sem, nem engedelmeskedik essel gazdájának, sem másnak. Charlie hirtelen megértette. Na ne, te is? Bezony, mindjárt meglátod. Mint egy nyilvessző lőtt ki az új macskám, hogy felkapaszkodjon a függönyre, és a szekrény tetején keressen menedéket. Egy barna szemű és barna szőrű macsek. Hogy mekkorát nevettünk, micsoda egybeesés. Tudod, hogy van ez, mondtam. Mindig is volt macskám, így aztán, hát nem szép? Csoda szép, válaszolta. Aztán bekapcsoltuk a tévét, miközben a két barna állat a szeme sarkából méregette egymást. Nem tudom, ki nyert, de azt igen, hogy nagyon jól éreztük magunkat. És biztonságban. Követtük a kijelölt irányt. Ez mintha megnyugtatott volna minket. És egyszerűbbé tette volna az életünket. A barna biztonságnak lehet jó oldala. Eszembe jutott persze az a kis srác, akivel a túloldalon találkoztam, és aki a lába előtt voltam heverő fehér uszkárját siratta. De végül is figyelt volna oda arra, amit mondta. A kutyák nincsenek betiltva. Elég, ha keres magának egy barnát. Még kicsiket is lehet találni. És ahogy mi, ő is azt érezné, hogy egyenes úton jár, és gyorsan elfelejteni a régit. Aztán tegnap, hihetetlen, én, aki úgy hittem, háborítatlanul élek, majdnem a városi milícia kelet céljébe estem. Ezek a barna ruhások tényleg nem viccelnek, de nem ismertek fel, mert újak itt a kerületben, és még nem ismernek mindenkit. Charlie-hoz mentem. Vasárnaponként nála rövisztünk. Egy paksőr volt nálam, semmi más. 2-3 órát vertük volna a blattot, ezt a csipegette közben. És akkor, mint derültékből a villámcsapás, lakás ajtaja ripityára törve, és két miliciszta strázsál a folyosón, hogy elküldjék a kíváncsiskodókat. Úgy tettem, mintha az egyik felső emeletre mennék, aztán liften lejöttem.
Odalent az emberek folytott hangon beszélgettek. De hát a kutyája igazi barna volt, a saját szememmel láttam. Igen, de azt mondták, hogy azelőtt fekete volt neki, nem barna. Fekete. Azelőtt? Igen, azelőtt. Most már az is bűncselekménynek számít, ha valakinek nem barna volt. És ezt nem nehéz kideríteni. Elég megkérdezni a szomszédokat. Sietősre fogtam. Kivert a veríték. Ha az is bűncselekmény, hogy azelőtt volt az embernek, akkor engem is elvihetnek. A házban mindenki tudta, hogy volt egy fekete-fehér macskám. Azelőtt. Hát ilyet, ezt sosem gondoltam volna. Ma reggel a barna rádió megerősítette a hírt. Charlie biztosan egyike volt annak az 500 embernek, akit letartóztattak. Attól, hogy valaki vett nemrég egy barna állatot, még nem változott meg a mentalitása, mondták. Ha valakinek az előírásoknak nem megfelelő kutyája vagy macskája volt, bármely időszakban az bűncselekmény, mondta a bemondó, majd hozzátette. A nemzetállam megsértése. A folytatást jól megjegyeztem. Ha az embernek személyesen nem is volt az előírásoknak megfelelő kutyája vagy macskája, de a családjából valakinek, például az apjának, testvérének, vagy egy unokatestvérének, akár csak egyszer is az életben, igen, akkor az komoly következményekkel számolhat. Nem tudom, hová vihették Charlie-t, ez már túlzás, őrültség. Én meg azt hittem, hogy egy darabig jól el leszek a barna macskámmal. Persze, ha az azelőttöt nézik, akkor akárhány macskást és kutyást lecukhatnak. Éjjel nem aludtam. Tartanom kellett volna a barnáktól, az első állattörvény bevezetésének pillanatától. Végül is a macskám az enyém volt, a kutyája meg a Charlie-é. Nemet kellett volna mondanunk. Jobban ellenállni. De hogyan? Olyan gyorsan történik minden, ott a meló, meg a mindennapi gondok. A többiek is fejet hajtanak, ha egy kicsit elhessenek, nem? Kopogtatnak. Ilyenkor a hajnalban sosem szoktak. Félek. A nap nem kelt fel, kint még minden barna. De ne üssék már olyan erősen, jövök már. Sziasztok!